nem az igazi. A kisgyermeknevelők produkciójával indult a karácsonyi ünnepi műsor a Varázskert bölcsödében Kazincbarcikán. Már a legkisebbek is játékosan tanulhattak a karácsony jelentőségéről. Aztán a körjátékba bevonva a gyermekeket, a felnőttekkel közösen élhették át az ünnep közelettét. Nagyon aranyos volt a műsor, látszik, hogy sokat készültek a pedagógusok, a gyermekek élvezték, és utána most itt szaladgálnak, élvezik, hogy kapnak egy kis melegteát, szaloncukrot, úgyhogy igazán köszönjük a szülők nevében. Ez pedig már Kazincbarcika másik bölcsödéje, a Mosolysziget. Itt is gyerekek, szülők és gondozók közösen ünnepeltek. Nagyon-nagyon kedves és aranyos kis műsor volt, úgyhogy nagyon tetszett a gyerekeknek, és végig énekelték a bölcsis nénikkel, úgyhogy végre igazi kis karácsonyi hangulat sikerült a kis szívünkben. Az ünnepségen résztvevők közösen díszítették fel a bölcsöde karácsonyfáját. Természetesen a gyermekek is készítettek szülőkkel közösen karácsonyfa díszeket, illetve a kisgyermeknevelőkkel együtt közösen, amire nagy szeretettel és várakozással készültünk. A karácsonyi ünnepség a bölcsödékben családi rendezvénynek számít, nem csak műsorral, hanem mindenféle foglalkozásokkal. Családi ünnepeink közül valóban nekünk nagyon sokunknak legfontosabb a karácsony. Nincs ez másképp családbarát bölcsödőink esetén sem. Hát próbáltuk azokat az összejöveteleket, amik az ilyen ünnepi körhöz kapcsolódóak úgy megszervezni a családbarát módon és a szülők, gyermekek bevonásával. A cél a bölcsödékben az volt, hogy a karácsony közeletével közös programokat élhessenek át a gyerekek azokkal, akik a mindennapi életükben körülveszik őket.